És láttam, hogy azok is kampányolnak, hogy ne legyen kötelező az oltás. Azt látjuk, hogy az egész társadalmat megosztotta ez a kötelező oltás. Nem csak munkahelyeket veszítettünk el, hanem sokan a családtagjainkat, a barátainkat, az ismerőseinket, kollégáinkat. És nagyon nehéz lenni a törésvonalnál egy értelmes párbeszédet kezdeni. Viszont engem nagyon érdekelne, hogy ha ez génterápiás kísérlet, akkor miért nincsenek orvosi vizsgálatok, hogy akiket be akarnak oltani, mert az orvosok azt mondják, hogy nem vállal senki felelősséget, de én vállaljam érte, ha én nem vagyok orvos. Hogy valahol forszírozni kellene, hogy akiket be akarnak oltani, igenis legyenek kötelező rögzített orvosi vizsgálatok, kardiológia, belgyógyászat, vérvétel, és az oltások után egy nappal, egy héttel, egy hónappal, fél évvel, egy éve, vagy ami az emberkísérletekre vonatkozik. Mert enélkül, ha valaki meghal, vagy rosszul lesz, vagy gyógyíthatatlan betegségei lesznek, akkor azt mondják, hogy nem lehet összefüggésbe hozni. De csak azért nem, mert nincs rögzítés. És itt látom az egyik legnagyobb problémát, hogy ezt nem tudja a társadalom, és ez miatt nem lehet egy értelmes párbeszédet sem folytatni, mert maguk a betegek sem tudják bebizonyítani, még ügyvéddel sem, hogy ezektől az oltásoktól betegek. És ezért lehet fenntartani egymással ezt az ellenségeskedést, hogy annyira hisztek ebben az oltásban. Én sajnos ki kell mondanom, ez az én személyes véleményem, azt sem hiszem el, hogy erre a Covid-ra lett kifejlesztve. Nem hiszem el, mert ha nincs oltás, milyen kísérlet az, ha nem tudjuk a kísérlet eredményét. Mi a kísérletnek a célja? És én ezt szeretném, hogyha forszíroznák az orvosi vizsgálatokat. És köszönöm szépen! Nagyon köszönjük, nagyon jó javaslat, nagyon fontos. Azért önmagában egészen elképesztő, hogy sem a vakcinagyártó, sem a kormány nem vállal felelősséget, de a kötelező oltás gondolata az meg fölmerült, tehát egészen elképesztő. Egy dolgot azért azt tudnia kell, látnia kell, ugye erről ma is sokat beszéltem már korábban, hogy azért itt nem véletlenszerű folyamatok zajlanak. Tehát nem azért nem végeznek ilyen vizsgálatokat, ugye beszéltem ma arról, hogy a tavalyi esztendőben 2021-ben 155 ezer ember halt meg Magyarországon. Ez a második világháború legvéresebb évének a halottjainak a számánál is magasabb szám. És ez az óriási szám, ez nem a Covid halottak miatt önmagában ilyen magas szám, mert nem indokolja még úgy sem, hogy egy csomó ember beírt a Covid halottnak, aki igazából nem Covid halott volt, hanem itt nyilván valami más dolog is történt. És ugye nekem volt egy személyes olyan, hát sajnos élményem, egy olyan történetem, amit ugye elmondtam még tavaly nyáron egy videóban, ahol olyanok szólaltak meg, és már 800 ezer megtekintésnél tart, és ezért ott a YouTube csatornán, és ezért ez mutatja, hogy mekkora igény lenne az ilyen tényfeltárásra, amit rajtunk kívül egyetlen egy politikai erő nem csinál, ahol én elmondtam ebben a videóban, hogy a saját édesanyámat újra kellett éleszteni a szegedi úszodában a Pfizer oltás után. Úgyhogy semmi baja nem volt soha a szívének, meg teljesen egészséges, hála jó Istennek, meg azóta sincs semmi baja. Tehát elvitte a mentő, ha ott nincs egy egészségügyi dolgozó az úszodában véletlenül, aki újra elkezdte az újraélesztést, akkor ő már most nincs közöttünk. És a kórházból saját lábán ment haza, és azóta sincs semmi baja. Semmi baja. Tehát ezt nekem bebizonyítani, hogy ez nem a Pfizer oltással volt összefüggésben, ezt nem lehet. Nyilván jó lett volna, hogy az orvos elmondja neki, hogy ne ússzon le utána 800 métert, tehát az is biztos benne volt a pakliban. De azért az, hogy ilyen kísérleteket végezni emberek millióin, hogy így csak úgy beoltani őket, semmiféle útmutatót nem kapnak az emberek. És közben egy csomóan meghaltak, aki még javában makkegészséges emberek, fiatalok, akik még nagyon sokáig élhetnének, ez azt gondolom, hogy emberiség elleni bűncselekmény. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ezt föl kellene tárni, én ezzel tökéletesen egyetértek önnel, csak azt kell látni, hogy itt a Big Pharma, a nagy gyógyszergyártók olyan maffiával állunk szemben, amihez képest a végrehajtó maffia, amit ugye mi buktattunk meg, Sadd Györgyék története, ugye két éven keresztül nyomoztunk ezek után, a végrehajtók után, ahhoz képest ezek ugye nagyon kis bolhák, olyan a gyógyszermaffiához képest. Tehát olyan erővel állunk szemben, hogy a kutatóorvosok elmondják nekem, és ugye én ezért említem állandóan visszatérően dr. Letó Tamás, nem csak azért, mert annyira jó kutatóorvos, hanem azért, mert ő bátor. Tehát ő mert velem találkozni, de az összes többi elmondta, hogy hát legfeljebb telefonon elmondja, vagy áttételesen nem ismerik elmondani, hogy miket találnak a Covid-dal kapcsolatban, meg a vakcinákkal kapcsolatban. Tehát itt egy maffia van emögött az egész történet mögött, ezt kell látni. És ezeket a kutatásokat, amiket ön javasolt, teljesen egyetértek ezzel, és mi ezt követelni fogjuk, úgyhogy köszönöm a javaslatát. De ezeket azért nem végzik, nem csak azért, mert dilettánsok,
hanem azért, mert nem akarják felderíteni az igazságot. Ez körülbelül olyan, mint a bürokrácia. Én nagyon sokáig, én kb. 30 éve gondoltam azt, hogy ugye világviszonylatban példátlan bürokrácia volt az elmúlt 30 évben, még most is, Magyarországon. De úgy működött a bürokrácia, hogy ha valaki analfabéta is, vagy analfabéta volt, ha a segélyért sorba állt, ott nem volt probléma a bürokrácia. Ők valahogy megkapták. Itt a bürokrácia mindig a dolgozó, meg az építő embert akadályozta ebben az országban. És nagyon sokáig azt gondoltam, látván, hogy külföldön ez máshogy megy. Tehát emlékszem, hogy 2003-ban, amikor a Magyar Jelen című újságunkat elindítottuk, szóval úgy indítottuk, hogy engem meghívtak a kanadai magyarok egy ottani ilyen előadásra. 2003-ban nagyon fiatal voltam, és ott olyan sokan voltak magyarok, akik Kanadában élnek, hogy ott összedobtak annyi pénzt, hogy indítsunk egy magyar újságot itt Magyarországon, ez volt a Magyar Jelen. Csak én meg is lepődtem, meg is hatódtam ott, hogy hú, hát itt milyen lelkesedés van, de hát mondom, ez kellene egy cég, meg hát ez hova, hát valahova tegyük be ezt a pénzt, meg hogy ki, és mondták, semmi gond, menjünk és csináljunk egy céget, és akkor egy incorporation, egy KFT-t egy óra alatt Kanadában létre tudtak hozni. Most Magyarországon abban az időben, ha valaki KFT-t akar csinálni, az így egy nagyon-nagyon nehéz történet volt, és az elmúlt 30 év az arról szólt, akár balliberális kormány volt, akár Fidesz. Fidesz mit csinált? 2010-ben megígérte, hogy bürokrácia csökkentés lesz Magyarországon. Erre megkétszerezte, bizonyos területeken megkétszerezte, például a kormányhivatalok felállításával, ugyanakkor még a megyei közgyűléseket is meghagyta. Egy totál káosz, egy olyan vízfejet épített föl Magyarországon, hogy csak abból az élelmiszeriparunk 700 üzemét szerintem vissza lehetne építeni, ha ezt a bürokráciát azonnal megszüntetnénk. Márpedig mi nagyon radikális, drasztikus bürokrácia csökkentést akarunk azonnal. Azonnal. Ez a programunkban szintén benne van. Hogy végre, aki dolgozni akar, aki normálisan akar élni, az végre tudja tenni a dolgát. Tehát most minket akadályoznak mindenhol. Nem csak a NAV, hanem minden létező hatóság. És nagyon sokáig azt hittem, és ugyanilyen a gyógyszermafia története, nagyon sokáig azt hittem, hogy ez ilyen oda nem figyelés, meg dilettantizmus, nem foglalkoznak, nem törődömség, mert az ezt látom a politikusokon, ugye most egy hónappal a sorsdöntő történelmi választások előtt ugye még programot nem voltak képesek összerakni, hogy látom rajtuk, hogy nem érdekli őket az emberek sorsa. Tehát ez azért látszik rajtuk, egy Jakab Péteren előadja itt, hogy őt mennyire érdekli, de két hetente megváltoztatja, hogy éppen ami aktuálisan nekik politikailag kell, éppen azt mondja. Nem végez ilyen tényfeltáró meg kutató munkákat, amiket mondjuk mi csinálunk, vagy én személyesen csinálok. És aztán rájöttem, és ez már polgármesternek kellett lennem, ezt az elmúlt 9 éves polgármesterségem alatt döbbentem rá, hogy ez a bürokrácia, ez nem dilettantizmus miatt alakult így, ez nem oda nem figyelés, hanem ez a hatalom egyik fegyvere, eszköze. És az csak egy járulékos plusz, hogy egyébként szivatják az embereket az egész országban. Persze, aki nem tudom, ingyen élő, aki dolgozni akar, aki építeni akar, annak teszik tönkre az életét mindenféle módszerekkel. De aztán rájöttem, hogy hát ez arról szól, hogy például ugye, mivel nagyon sok olyan vállalkozó keresett meg engem az elmúlt évben, magyar vállalkozók, akik most a mi hazánkat támogatják, hogy ugye az oligarchák, a disznófejű nagyurak, korábban csak a multi disznófejű nagyurai tették, próbálták rátenni a kezüket jól működő olyan magyar cégekre, amiket irgalmatlan, kemény munkával, szorgalommal, tehetséggel magyarok ilyen gyatra politikai, gazdasági környezetben is képesek voltak nyereségessé tenni. Korábban csak a nemzetközi globális disznófejű nagyurak, ugye a multi próbálták rájuk tenni a kezüket. Az elmúlt 12 évben, amióta megcsinálta a Fidesz saját magának ugye a Deep State-et, ahogy Donald Trump mondta, megirigyelték, hogy nekik is legyen egy háttérországuk, ne csak a nemzetközieknek, ez lett a NER rendszer. Most már ugye az ő disznófejű nagyurai is ugyanezt csinálják, és ilyen vállalkozások kerestek meg engem tucat számra az elmúlt években, akik ez odament, hol Mészáros Lőrinc embere, hol Csányi Sándor embere, és közölték velük, hogy adják el a céget. És akkor azt mondták, hogy nem eladó ez a cég, ez a magyar cég, mert családi cég, meg egyet miért adná el. És ma már nem a 30-as évek Chicagójának a módszerével intézik el az ilyen cégeket, aki nem adja el, mert akkor ezt így intézték, vagy a 90-es években a jugoszláviai háború során fölrobbantották az éttermét Szabadkán az ilyen étterem tulajdonosnak mondjuk, mert nem így intézik el, hanem jönnek a hatóságok. És a vége mindig az, hogy végül is kisemmizik azt a magyar vállalkozót, ha nem adja el a cégét. És lehet, hogy a végén úgy hal meg, hogy fölköti magát, de a végeredmény ugyanaz, csak ezek kifinomultabb, másfajta módszerek, és ezért kell a bürokráciát fönntartani, aminek még egyszer hangsúlyozom, járulékos mellékhatása, mint a vakcináknak, ugye, vannak mellékhatásai,
hogy egyébként szivatják a népet. Ezért ilyen szövevényes a bürokrácia. Ezt azonnal meg kell szüntetni. Van-e valakinek még esetleg kérdése, még egy 5 percünk maradt, igen? Az előttem szóló hölgy témájához szeretnék hozzászólni. Ugye létezik egy olyan dolog itt az országban, meg az egész világon, hogy tájékozott beleegyezés. Ugye amikor egy ember elmegy egy orvoshoz, és az az orvos mielőtt még javasolna neki bármilyen gyógykezelést, annak a paciensnek jogában áll tájékozottnak lennie, mielőtt beleegyezik abba az orvosi dologba. Na most, én azt gondolom, hogy ezt a tájékozott beleegyezés fogalmát nagyon kevesen ismerik az országban. És érdemes lenne erre egy kicsit rá fókuszálni, hogy ez létezik, és egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan tud úgy tájékoztatni egy orvos a paciense felé, hogyha ő maga nem tudja, hogy mi van a vakcinában, valamint, hogy mi lesz neki a hosszú távú mellékhatása. Tehát hogyan tud megvalósulni az az egészségügyi jog, ami megvan a páciensnek, hogy ő neki tájékozott legyen a beleegyezése, mielőtt megkapja ezt a vakcinát. Én azt mondom, hogy ez egy olyan témakör, egy olyan egészségügyi jogi témakör, amire érdemes egy picit ráfókuszálni és egy kicsit megnyomni, és egy kicsit felvilágosítani az embereket arról, hogy nekik tájékozottnak kell lenniük, mielőtt beleegyeznek. És hogy kutya kötelessége az orvosnak tájékoztatni őt a saját tudása szerint. Ha viszont nem tudja tájékoztatni, azt is meg kell mondania, mert akkor viszont nem történik meg a tájékozott beleegyezés, és akkor ő nem egyezik bele. De emiatt viszont nem érhetik akkor joghátrányok. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam mondani. Nagyon szépen köszönjük. Hát a gondolkodó emberek véleményét hallgatják. Mert igen, igen, abszolút egyetértek, ez nincs mit hozzátenni, ez zseniális volt. Annyit tudok ugyanúgy hozzátenni, mint az előbb a hölgynek, hogy itt tudatosság van-e mögött. És én ezt fogom egy YouTube videóban bemutatni, de valószínűleg a választások előtt utolsó videóm lesz, mert lehet, hogy utána letörlik a csatornámat, mert azért ugye a Google is benne van a világgazdasági fórumot működtető cégek között. De ugye egy olyan térfejtáró videó lesz, ami azt mutatja meg, hogy itt Magyarországon sem spontán módon alakultak a koronavírussal és a vakcinákkal kapcsolatos történések. Tehát, hogy már 2020-ban, amit ugye itt már mondtam a többször, ezek a szakemberek, akiket most próbálok a videómban megszólaltatni, hogy álljanak nyilvánosság elő, ők ugye óriási kockázatot vállalnak. Tehát ők utána elmehetnek valószínűleg más szakterületre, mert őket kiszorítják. Ez a gyógyszeripari maffia, ez olyan elképesztő hatalom, hogy ezt nagyon nehezen tudjuk megérteni, hogy mekkora pénzek forognak itt kockán, hogy itt milyen irgalmatlan bevételeket produkálnak. És ez mind tudatos. Tehát amit ön, mint gondolkodó ember, gondolkodó magyar ilyen nagyon jól megfogalmazott, azt ők direkt kerülik ki. És én tényleg azt hittem, hogy az előbb mondtam a bürokrácia kapcsán is, hogy a balliberálisok meg a Fidesz is egyszerűen dilettantizmus van, és nem törődömségből tartott ilyen bürokráciát hozott létre Magyarországon. De nem, ez hatalom technikai eszköz, hogy minket szivatnak. Ez nem véletlenül van, mert amikor neki kell valami, ezt mondom, polgármesterként úgy jöttem rá arra, hogy amikor ugye rengeteg beruházást megvalósítottunk a polgármesterségem alatt, és tudom, hogy építettünk egy bölcsőt, vagy egy óvodát, vagy például most egy batáta chips üzemet, mezőgazdaság élelmiszeri ipari üzemet. Az átadó előtt rendszeresen a magyar vállalkozók, mert ugye nálunk csak magyar vállalkozók dolgozhatnak, és nem oligarchák, meg nem külföldiek, a magyar vállalkozók rendszeresen hívnak engem minden beruházásnál, hogy ne haragudjak, de határidőre, az ünnepélyes átadóra nem fogom tudni átvágni a szallagot, mert nem kapták meg ezt az engedélyt, azt az engedélyt, itt szivatja őket, ott szivatja őket a bürokrácia. És akkor én meg olyan vagyok, hogy én meg nem ismerem a lehetetlent, meg én nem fogadom ezt el, és akkor mindig a kormány megbízottat fölhívom, meg a kormányhivatalvezetőt fölhívom, és akkor ugye kilátásba helyezem, hogy traktorral odavonulok, meg nem tudom mi lesz, meg stb. Mi az, hogy akadályoznak egy tisztességes beruházást. Képzeljék el, másnap mindig hívnak ezek a magyar vállalkozók, mert nyilván ők nem oligarchák, tehát nincs olyan kapcsolatrendszerük, hogy csoda történt, polgármester úr, át tudjuk adni határidőre a beruházást, minden papír megjött. Tehát akkor jöttem én rá, hogy persze, mert tőlem tartanak, mert ugye más nem 2006 vagy a tévészékház óta tudják, hogy ha én fenyegetőzök, akkor ezt komolyan kell venni, de én ezért így el tudom ezt érni. De hát aki meg a hatalom közelében van, meg oligarha,
annak ez nem kell, mert az csak telefont fölemeli, megvan az a kapcsolatrendszer, ők ezt alkalmazzák. És én akkor jöttem rá, hogy hát tulajdonképpen akkor miért kellett szivatni azt a vállalkozót hónapokon keresztül, ha másnapra megvolt az engedély, mert féltek attól, hogy én most nem tudom milyen balhét csinálok. Tehát, hogy ez egy hatalomtechnikai eszköz, és amit örök mondtak, teljesen igazán, és ezt mondtam, hogy nonsense, akár azt is egyébként, és ebből a szempontból az orvosoknak is van nyilván felelőssége azért ebben, hogy én azért hát nem is tudom elképzelni, tehát amikor gyerekeket oltják be, mondjuk akár a Pfizerral, úgy, hogy közben senki nem vállal érte felelősséget, úgy, hogy közben még maga a Pfizer is elmondja kijelentő, hogy egyébként a fiataloknál szívizomgyulladás alakulhat ki, és alakul ki igen nagy számban. Tehát amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, akkor egy orvosnak, aki azért mégiscsak letette az esküt, hogy ő az emberek gyógyításával foglalkozik, akkor neki tudnia kell, hogy ő most éppen nem azt teszi. Mert azoknak a gyerekeknek erre biztos nincs szükségük ezekre a Covid oltásokra. Elmondtam, hogy nálunk nagyon sok gyerek van, végigvettük a statisztikai adatokat, a településen van bölcsöde, óvoda, általános iskola, középiskola, kollégium, nagyon sokan vannak diákok. És nem okozott egyiknél sem semmiféle komoly tünetet sem maga a koronavírus, de az RSV járvány az viszont igen, ami meg az izoláció miatt alakult ki a legkisebb gyerekeknél. Tehát, hogy itt nem az orvostudomány teszi most a dolgát, itt a politika, meg a gazdasági háttér világ teszi a dolgát, akik borzalmas hatalomra tesznek most szert. És ugye Putyinnál már az is valószínűleg kiverte a biztosítékot, hogy mondjuk ott volt a Sputnik, ugye amit mondtam itt az elején, egy másfél-két órával ezelőtt, hogy a Sputnik kapcsán már mindenkinek le kellett esnie, hogy nem az orvostudomány irányítja a koronavírus meg a vakcina történetet. Hát akkor le kellett esnie, amikor kiderült, hogy a Sputnikot az Oroszországgal, baráti országokban, meg Oroszországban a legjobbnak minősítik az orvostudósok, az Oroszországa nem barátiban, meg engedélyt sem kap olyan rossznak. Hát itt látszik, hogy nem az emberek megmentése a cél, nem az emberek egészsége a cél, nem az orvostudomány irányít, hanem a politika, a gazdasági háttér, hatalom irányít. Ez ennyire egyszerű. És egyébként Putyin ezért sütötte el most végül is a fegyvereit, mert erről szól ez a történet, hogy egypólusú világrend alakul. Egy hatalom koncentráció alakul, amiben Kína két kapura focizik, de Oroszországot kiejtették belőle. Egy ilyen történet zajlik. És egy hónappal itt vagyunk a sorsdöntő választások előtt, és sem a Fidesz, sem a balliberális oldal semmit nem mond. Egy programot nem adtak nekünk. Egy programot nem tudnak fölmutatni. Egészen elképesztő, ennyire nem érdekli őket a magyar emberek sorsa. No, hát én nagyon szépen köszönöm, éppen 6 óra lett. Én köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nehogy megfázzanak. Köszönöm szépen, és aki esetleg még nem írta alá egy ajánlással, jaj, neked is köszönjük. De cukor, palac. Őről a legjobban a tapsnak, de köszönöm szépen. Egyem a szívedet. Cukor, palac. Szóval nagyon köszönöm, aki esetleg még egy aláírással, ajánlással tudja jelölteinket Budapesten segíteni, kérem, tegye meg, mert küzdünk még Budapesten egy-két körzetben, úgyhogy itt a standoknál ezt megtetik. Nagyon szépen köszönöm, és szép estét kívánok Önöknek. Köszönöm.